Most jó lenne visszaszerezni. Varga. Tovább csorog, és így két szabad ember is. Ez pedig így gólhelyzet, és vezet a Ferencváros. A gólszerző Gárdos András. Mincér. És Bodnár most mehet, mert tiszta terület előtte. Bodnár gyorsít fel. Mincér. Vissza Bodnárnak. Bajzát, nincs les, Bajzát, gólhelyzet! Gól! 1-1, Bajzát Péter egyenlít. Bajzát, nincs les, Bajzát, gól! Bajzát Péter második gólja! A második félidő 36. percében! Vezet a Nyíregyháza! Bodnár, Bajzát kérné középen, és kapja is, és Bajzát Péter akár Mester 3-as rúghat! Bajzát Péter zicserben, Bajzát gól! 3-1 a Nyíregyháza javára! Bajzát Péter beköszönt az NB2-ben. Reszkessen mindenki, aki találkozik vele. A harmadik gólját lövi Bajzát, klasszikus Mester 3-as. Én sem elmondhattam a szebbet, főleg az, hogy nem csak hogy gólt rúgtam, hanem azzal, hogy azért is, hogy elhoztuk a három pontot a Fradi-tól, főleg úgy, ha 1-0-ra ők vezettek. A játékképe alapján, annak ellenére, hogy a Nyíregyházának gratulálok, és sok sikert kívánok az NB1-es, hogy jussanak fel az NB1-be, de annak ellenére, ugyebár, hogy ők tele vannak vásárolva úgynevezett NB1-es nagysztárokkal, akik már futballoztak, a miénk pedig még csak most jönnek fölfelé. Tehát ahhoz képest én úgy gondolom, hogy maximálisan partnere voltunk ennek a csapatnak. Csalódott vagyok a játék miatt, rém rosszul játszottunk. Nyilván most már elmondhatjuk azt, hogy vannak ilyen klasszisaink, mint a Bajzár Peti, aki egy-egy ilyen meccsen el tudja dönteni a mérkőzést a javunkra. A pálya talaja, nem akarok én erre most semmit mondani. Nem azt játszottuk, amit szerettünk volna, amit akartunk, sok rossz teljesítmény volt. Viszont ami a fontos, nyertünk, és egy győzelem után mindig könnyebb a hibákat elemezni. Lesz mit helyre tenni a jövő héten, de hát nyertünk, ez a lényeg.